Lelkileg kellett tenni magam. Kispál Tamás nagyon elkapta a fonalat. Az AutoGP-ben versenyző magyar pilóta a szezonnyitó marokkói futamon ugyan kiesett, ám Franciaországban előbb megnyerte az első versenyt, majd a második helyen végzett, sőt a hétvégi magyar nagydíjon is dobogóra állhatott. A marrakesi versenyen mindenki megijedt, amikor az élen autózó magyar pilóta egy elsőre súlyosnak tűnő balesetet szenvedett, amikor Kevin Giovesi megcsúszott és magával sodorta a gumifalba. Szerencsére az ijegységen kívül nem történt komolyabb baj Kispál Tamással, aki leginkább csak az elhullajtott pontokat sajnálta. Hál' Istennek nem volt egy nagy erejű ütközés, inkább nagy volt a tempó, ahol már ugye indult a baleset, de nem okozott túl nagy problémát, inkább lelkileg kellett túl tenni magam azon, hogy az első két biztos helyről kellett kiesni, és rengeteg pontot ezzel elveszíteni, de most már magunk mögött van, és csak előre nézünk. Franciaországban semmi jó jel sem utalt arra, hogy a győzelem, vagy akár dobogós helyezés is összejött az Ellen Racing versenyzőjének, ugyanis az időmérő edzés rosszul sikerült. Aztán a szombati rajtnál fordult a kocka. Kicsit el voltam keserülve az időmérés után, mert arra számítottam, hogy az első sorban kvalifikáljam magam, de nem sikerült, és csak a második sorból, és annak is a negyedik helyéről tudtam rajtolni. Nem tudtuk megmondani, hogy milyen lesz a versenytempó. A szabad edzések rövidek voltak ahhoz, hogy a hosszú etapokat megnézzük, és feltérképezzük egymás erőviszonyát. Azonban jól sikerült a rajtom, talán meglepő tavalyhoz képest, ahol mindig problémám volt ezzel. A kerékcserék szintű gyors sikerültek, ami tavaly nem volt jellemző, és összességében egy jó csomagot sikerült hozni. És külön öröm volt számra, hogy miután a kerékcserék megtörténtek, vezettem 3 másodpercet, és ezt meg tudtam duplázni a leintésünk. Bár a mezőny még csak 3 versenyen van túl, Kispál Tamás már most tudja, hogy a szezon végén mivel lehet csak elégedett. Az első 3-on kell végezni az AutoGP-ben, lehetőleg megnyerni, és akkor a lehetőségek talán nyitottabbak lesznek. Kispál Tamás a Hungaroringen elért 2. és 7. helyével összesítésben is remekül áll, csupán a japán Sato Kimia előzi meg. Azonban a következő verseny hétvégén, amelyet május 31-én és június 1-én a legendás monzai pályán rendeznek, közelebb kerülhet a Supernova International versenyzőjéhez.